Nyárbúcsúztató tartott a Kipkow Gyerekház. Herbály Zitánt, a gyerekház vezetőjét kérdeztük a délután programjairól és a gyerekház lényegéről. Nyárbúcsúztató kerti partit tart a Kipkow Gyerekház, a gyerekház vezetőjét, Herbály Zitát kérdezzük. Erről köszöntöm Önt, beszéljünk kicsit erről a nyárbúcsúztatóról. Mik is várhatóak ezen a napon, és miért csináljátok ezt, milyen céllal? A Kipkow Gyerekház már 2010 óta működik itt Kisteleken. Kistelek város önkormányzata, ami fenntartunk, és a 0-tól 3 éves korosztályt fogadjuk, akik még óvodába, iskolában nem járnak, szülőkkel együtt ezeket a gyerekeket. Minden hétköznap nyitva vagyunk 8-tól 12 óráig. És amikor a gyerekek tovább mennek, elmennek a bölcsödébe és az óvodába, akkor így nyár végén el szoktuk őket búcsúztatni, akik hozzánk jártak, de ennek egy ilyen kerti parti jelleget adunk már most tényleg hosszú évek óta. Kirakjuk ide a játékokat, és különböző kis állomásokkal várjuk a gyerekeket, ahol van egy-egy kézműves feladat is, és egy másik kis ügyeskedős feladat, szobatrambulinon, ugrálás, sárkányfejledobás, tekézés, és így végig tudnak menni az állomásokon, és közben tudnak játszani, és a család önfeledten tud együtt lenni, ugyanis ilyenkor jöhetnek nagyszülők is, sőt jelezték is, hogy jönni fognak, tehát nagyszülők, gyerekek a szüleikkel jönnek ilyenkor, és együtt ünnepelünk egy kicsit, és együtt búcsúztatjuk a nyarat is, illetve az óvodába és bölcsödébe indulókat is. Akkor ez igazából így a családoknak is egy ilyen jó program, kicsit összekovácsolás, akik ide járnak és utána elbúcsúznak. Így van, ilyenkor tényleg a családok is egy picit közösen tudnak együtt egy kis időt tölteni, és ezt mindig így vasárnapra tervezzük, hogy lehetőleg az édesapák is jelen tudjanak lenni. Egyébként a gyerekházunkban van, hogy nem is csak édesanyák, hanem édesapák is elkísérik a gyereküket, és olyankor az édesanyák egy picit otthon tudnak lenni, mondjuk amikor az apa szabadságon van, sőt van, hogy a nagyszülőkkel együtt jönnek ide a gyerekházunkba. Beszéljünk egy kicsit a gyerekházról, milyen programok vannak itt, és hogyan is van lehetőség arra, hogy hozzátok eljöjjenek. A szolgáltatásunk teljesen ingyenes, Kistelek városban lakó gyermekeket és családjukat fogadjuk szeretettel. 8 órától 12 óráig vagyunk nyitva, itt a Rózsaliget kollégium ad nekünk otthont már 12 éve. Nem szükséges bejelentkezés, a Covid időszak alatt volt olyan, amikor igen, mert akkor létszámkorlátozásunk volt, de egyébként lehet jönni ebben az intervallumban bármikor, ahogy a gyermek felébred, és amikor elfárad, akkor pedig hazamenni. Itt nálunk van egy kis játszószobánk, és itt lehet játszani a gyerekeknek mindenféle izgalmas játékot, de közben van gyurmázási lehetőség és kézműveskedési lehetőség. Minden nap tartunk egy ölbeli mondókás foglalkozást, ez az 10 órai után szokott lenni, vagy pedig egy kis mozgásos foglalkozást, ami mozgásfejlesztő célzattal is működik, és minden nap van egy kis kézműves foglalkozásunk, ebben a gyerekek ügyesíthetik a kezüket, festéssel megismerkedhetnek, ragasztással megismerkedhetnek, és közben pedig a szobát is egy picit lehet díszíteni az új gyerekrajzokkal, és a különböző kis gyerekalkotásokkal. Úgyhogy ez egy nagy lépcsőfok egyébként a gyermekeknek a közösségbe kerülése miatt, mert hogy ugye először, amikor a családból kilépnek, akkor az első közeg az a bölcsőde és az óvoda szokott lenni, viszont erre nagyon jó lehetőség a gyerekházunk, hogy a szülővel együtt belépve egy ilyen közösségi térbe megtapasztalhassák, hogy milyen az, amikor egy játékon közösen kell osztozkodni, vagy várni kell rá, milyen szabályok vannak akár a 10 órainál, megmossuk előtte a kezünket, utána ülünk az asztalhoz, próbálunk az asztalnál ülni, ugye ezek a kis gyermekek még sokszor jönnek-mennek, de hogy lássák, hogy milyen az, amikor közösségben leülünk. Ugyanis van egy ingyenes 10 óraink is, amelyet szintén itt biztosítunk a gyerekházba hozzánk érkezőknek. Ugye a gyerekek mellett a szülőknek, édesanyáknak is vannak programok. Mik ezek? Így van, ugye az egész gyerekház egy szülői kompetenciát is fejleszt, illetve segít a nevelésben. Például minden héten, hétfőn dr. Tóth Éva jön életvezetési tanácsadóként hozzánk, és a neveléssel kapcsolatos kérdéseket, mint például beszoktatás, agresszív a gyermek, féltékenység, testvérféltékenység, ezekről szokott
egy kis beszélgetést kezdeményezni, és tanácsokat adni a szülőknek. Minden héten van főzőklubunk is, aminek a keretében valami kis egyszerű finomságot készítünk, egészségeset, vagy éppen csak egy gyorsan elkészíthető kis édességet. Ezen kívül két hetente jár hozzánk Makra András zenész, aki kerekítő foglalkozást szokott tartani, eközben megjelenít, használ hegedűt is, furuját is szokott, és mindenféle különböző hangkeltő eszközt, bevonja a szülőket is, és nagyon jó hangulatúak szokott lenni ez a kis foglalkozás, úgyhogy ez is egy rendszeres foglalkozásunká nőtte ki magát. Attila szobrot avattak az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. Az erről szóló tájékoztatást hallhatják. Augusztus 20-a a magyarság legősibb nemzeti ünnepe, államalapításunkat, Szent István királyunkat és az életet jelentő új kenyeret is ünnepeljük ezen a napon. A Csongrád-Csönend megyei önkormányzat az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban tartotta ünnepi megemlékezését, melyen Gémes László elnök adta át a 2022. évi megyei kitüntető díjakat. A megemlékezésen Várkonyi Eszter a részvevőkkel közösen tekerőkísérettel énekelte el a himnuszt, mely után elsőként Farkas Sándor miniszter helyettes országgyűlési képviselő mondott beszédet. Az ünnepi gondolatok után Víg Róbert gitárművész előadását hallgathatta meg a közönség. Gémes László a Csongrád-Csönend megyei közgyűlés elnöke köszönő beszédében elmondta, nem szabad elfelejtenünk, az államalapítással Szent István elindította a magyarságot egy úton, azonban rajtunk is múlik, hogy mit hagyunk belőle örökül. Az augusztus 20-ai állami ünnepen a nemzeti színű szallaggal átkötött kenyérrel fejezzük ki, hogy az élet és a haza összekapcsolódik. Az ünnepi programrendben a 22. évi megyei kitüntető díjak átadása következett. Dr. Kovács László és Dr. Mecsei Sándor a Csongrád-Csönend megyei egészségügyért díjat kapta, Tóbiás Klára, Marton Árpád, Horváth Mihály a Csongrád-Csönend megyei alkotódíjat kapta, Huszár Tibor, Virág János Attila Csongrád-Csönend megyei közbiztonságáért díjat kapta, Kovács Tanács Istvánné, Halász Tamás Csongrád-Csönend megye kultúrájáért díjat kapta, Martin Lászlóné, Farkas Sándorné Csongrád-Csönend megye köznevelésért díjat kapta. Csené Lakos Ilona, Balog László és Dr. Faragó Péter Csongrád-Csönend megye közigazgatásai díjat kapta. Az ünnepi műsor folytatásaként az Alföld Néptánc Együttes előadása következett. Az ünnepség zárásaként a szózatot közösen énekelték el a megjelentek. A díjátadón került sor a megyei önkormányzat által állított Attila Hunkirály szobrának avató ünnepségére. Gémes László elnök rendhagyó ünnepi beszédét egy ismert mondókára építette, melyben kifejezte köszönetét mindazoknak, akik hozzájárultak a monumentális szobor méltó elhelyezéséhez. A szobor mostantól Csongrád-Csönend megye büszkeségeként az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark bejáratánál magasodik. A dr. Ciráki F. György által megálmodott szobrot Betlehem Farkas, a Julianus Barát Alapítvány kuratőrium elnöke segítségével, Petró Attila, Gáva Vencsellői vállalkozó felajánlása alapján Barlag István, felvidéki származású szobrászművész készítette. Dr. Polner Evers alelnök javaslatára a megyei közgyűlés megtárgyalta és jóváhagyta a szobor megyékben való felállítását. A munkálatokban megyei vállalkozók segítkeztek, volt, aki a szállításban, a daruzásban vagy a talpazat elkészítésében, mások a domb kialakításában, a járda építésében vagy a területi füvesítésben vettek részt. Professzor dr. Kásler Miklós miniszter ünnepi beszédében Attila király történelmi nagyságáról lenyűgözte a hallgatóságot. Beszédét követően az emlékpark ügyvezető igazgatója Kertész Péter osztotta meg gondolatait a közönséggel. A rendezvényt a megyei Alföld, a Dobbantó és a Jövőnkért Néptánc Együttesek műsora, majd Bartók Dániel népdal, valamint Szerényi Béla népzenei produkciója színesítették. A Magyar Honvédség Hódmezővásárhelyi helyőrségi zenekara a himnusz és a szózat kíséretében segítkezett. Tiszteletüket kifejezve vonultak fel az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark hagyományőrző lovasai, akik tradicionális ruházatukban és íjakkal díszsort álltak a szobor körül. Alföldi Szabadidő Egyesület, Hód Baranta szakosztálya, Berecki Bence vezénylésével ostormenettel tisztelget Attila királyunk szobra előtt. Dr. Kisrigó László, Szeged-Csanádi püspök avatója és a szallag ünnepélyes átvágása után a rendezvény folytatásában Steve Savanya koncertje szórakoztatta a közönséget, majd a Nemzeti Emlékpark szolgáltatásai nyújtottak szórakoztatást a látogatóknak. Pályorientációs napot tartottak az általános iskolában. Az erről szóló összefoglalót tekinthetik meg a következőkben.
A Csongrád-Csanád megyei pedagógiai szakszolgálat továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadója 6. alkalommal rendezett pályaorientációs tanévító szakmai tájékoztatót. Főként a 7. és a 8. osztályos osztályfőnököket és azokat az érdeklődő pedagógusokat várták, akik a továbbtanulás támogatásával, a változásokkal és a pályaorientációval kapcsolatosan szerették volna frissíteni tudásukat. Dr. Tóth Éva, a Csongrád-Csanád megyei pedagógiai szakszolgálat pályaválasztási tanácsadója köszöntötte a résztvevőket, majd bemutatta a szakszolgálatot, a szolgáltatásait, elérhetőségeit, az elmúlt tanév tapasztalatait és a 2022-23-as tanév feladatait és aktualitásait. Mit csinálunk mi a Csongrád-Csanád megyei pedagógiai szakszolgálat pályaválasztási tanácsadói? Hát elsősorban ugye az általános és középiskolás diákokat segítjük a pályaválasztásban, az iskolaválasztásban. Ezzel egy hopp, kitöltöm a lapot, készen vagyok, rövid történet, hanem egy hosszabb folyamat. És ugye ebben a folyamatban segítjük őket, illetve pedagógusként benneteket, hogy ez a döntés előkészítési folyamat felépüljön, a megfelelő információhoz hozzájussanak a gyerekek, és felelősen tudjanak dönteni. Az információ átadás során természetesen az oktatási rendszert mutatjuk be elsősorban. Gimnáziumok, technikumok, szakképzőiskolák, különböző ehhez kapcsolódó programok, az orientációs évfolyamtól kezdve a Dobbantónál Arany János programig. Bemeneti követelmények, kimeneti követelmények, mit tud majd azzal kezdeni, hogyan kell erre felkészülni. És elsősorban a tanulóra figyelni, tehát az ő igényeit, képességeit veszük előtérbe. De természetesen a család döntése is fontos. De amikor azzal kerestek meg minket, hogy erről ne beszélj már a fiamnak, mert nem akarok, hogy abban a városban menjen, mert ott élnek rokonaink, és hát nem. Szóval ez már nem a feladat körül, hogy a családi nézeteltéréseket elsimítsuk. Tehát azt szeretnénk elérni, hogy a tanuló általános iskolában, illetve a diákok középiskolában eljussanak olyan készségekhez, amivel később is, felnőttként is döntéseket tudnak hozni, döntés előkészítési folyamat lépését végig tudják csinálni, és utána felelősen döntenek. Ugye azt említettem, hogy Csongrád-Csanád megye ugye az ellátási területünk, ami elsődleges, hogy a kistelep földrajzi elhelyezkedése, illetve nézem a földrajzi településeket, akár Csengele, akár Tököként, ott más megyei, szomszéd megyei iskolák is szóba kerülhetnek. Tehát nincs arról szó, hogy elhallgattuk, hogy akkor Félekházán milyen sulik vannak, csak sokkal többet tudunk a Csongrád megyei iskolákról, mint a szomszéd megyében lévő iskolákról. Hol lehet minket elérni? Említettem, hogy egy pszichológus kollégának a komplex tanácsadást fogja bemutatni. Gyakorlatilag ez a szolgáltatásunk van Szegeden, a központban, a Sólyom utcában. Az összes többi szolgáltatásunk az kihelyezetten iskolában történik, vagy rendezvények el. Tehát ugyanúgy, ahogy korábbi életben már megszokták, hogy fölveszünk a kapcsolatot és megyünk hozzájuk az iskolákba, az osztályokba, és természetesen rendezvényeken az együttműködő partnerekkel. Majd Rostás Vanda, a Csongrád-Csanád megyei pedagógiai szakszolgálat pályaválasztási tanácsadó pszichológusa ismertette, milyen lehetőségei is vannak általános iskola végén a tanulóknak. A mai előadásban a pályaorientáció támogatásának a lehetőségeit fogom elmondani. Egész pontosan azzal a hangsúlyal, hogy mi hogyan csináljuk ezt pszichológusokban a Sólyom utca 4-es szám alatt. Egy icike-picike összefoglaló azért arról, hogy miről is szól ez az egész pályaorientáció. Éva is említette, hogy nagyon fontos döntés kellene készíteni a pályaválasztásra is, és később a gyerekek felnőtt életében is. Úgyhogy ez egy életpályaalakítás, amiről beszélhetünk, nem egy egyszerű döntés, hanem egy élethosszig tartó folyamat. Ennek része az, hogy az önismeretünk minél jobban fejlődjön, minél hamarabb, ennek része a helyes önértékelés, a reális jókép. Tisztában legyenek azzal, hogy mik a céljai, mik az ő erősségeik, amiket lehet fejleszteni.
Ezután a pályaismereti elemzés nagyon fontos, tehát milyen oktatások, képzési rendszerek, hogyan működnek, ezeket is tudják, és a foglalkozások szakmák ismerete. Tehát erről is beszélgetek a tanulókkal, minden esetben, hogy miről szól egy-egy szakma, mert sok esetben nem tudják. Munkaerőpiaci elemzés, hogy itt ez alatt arra kell mondani, mik a hiány szakmák, mik a munkaerőpiaci trendek, mire van szükség, mivel lehet könnyebben elhelyezkedni. És akkor utána jön a döntéshozatal, hogyha a kellő információt összegyűjtötték a tanulók önmagukról és a környezetükről, és így választanak valamilyen képzést vagy munkát. És a végén pedig végrehajtják a döntést, jelen esetben jelentkeznek az adott középiskolába, és akkor azután végzik. Medovárszkiné Szelej Zita, Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara pályaorientációs gyakorlatait mutatta be. Szervusztok, én Medovárszkiné Szelej Zita vagyok, a Csongrád Család megyei Kereskedelmi és Iparkamara pályaorientációs tanácsadója. Azzal kezdeném az előadásomat, hogy sokan nem szokták érteni, hogy az iparkamara hogy kötődik a pályaorientációhoz. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy nem csak cégekkel tartja az iparkamara a kapcsolatot, hanem a legnagyobb igazgatósága a képzéssel foglalkozik, számos területe van, és többek között található a pályaorientáció, és mondjuk az a kollega, aki iskolák közé, aki pályaorientációs osztályfőnök kollégákat tartani, tájékoztatókat. A tervünk az, hogy ezt közösen valósítsuk meg a GMPS-szel, úgyhogy ahova tudunk, hogy igyekszünk együtt menni, és szülőnek és szoktunk tartani, és segít a diákokat a pályaválasztásban. Azzal kezdeném én is az előadásomat, amivel mondom, hogy tulajdonképpen a pályaorientáció az azoknak a személyes képességeknek, illetve készségeknek a megszerzését jelenti, amely a megfelelő pályaválasztáshoz járul hozzá. Nagyon fontos, hogy itt szakmákat mutatunk be, tehát én egy pályaorientációs tanácsadó a kamara képviseletében elsősorban a szakképzést vagyok hivatott népszerűsíteni, és itt mi is önismereti jelleggel foglalkozunk a diákokkal, hogy segítsük őket, hogy milyen erősségeik, gyengeségeik vannak az osztályfőnöki órák keretében, és a munkaerőpiaci körülményekről is tudunk megfelelő tájékoztatást nyújtani, gondolok arra itt, hogy mik a hiány szakmák esetleg, vagy mi az, ami mindenképpen a szakmák tekintetében tekintettséggel jár. Arra is hangsúlyozta, hogy a pályaorientáció nem egy egyszeri esemény, hanem egy hosszan tartó folyamat. Én itt azt emelném ki, hogy ennek tulajdonképpen négy fontos kritériuma van. Az első, hogy a diákokat segítsük abban, hogy reális önképet tudjanak magukról alkotni. Nagyon fontos, hogy azokat a tulajdonságokat, készségeket, képességeket segítsük és erősítsük bennük, amik mindenképpen ahhoz járulnak hozzá, hogy majd a jövőben a megfelelő pozíciót tudják betölteni, és ami még nagyon fontos, hogy a munka később ne munka legyen, hanem úgy gondolom, hogy boldoggá tudják gyerekeket, és szívesen menjenek dolgozni. Majd Szabó Zoltán, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara képzési referense, az élelmiszergazdaság szakképzéseit mutatta be. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara csoportja a kereskedelmi és iparkamara, tehát tevékenységben elég sok az átfedés, ezért picit nyilván másképp próbálom megközelíteni az előadásommal ezt a kérdést, hogy természetesen vannak átfedések, sőt, de voltak például a centrum, akkor az is fogjon, lehet azzal is lesz átfedés, de hát mindjárt az első gondolatokat mondom indulunk, hát igen, tehát egyfajta olyan időszakot élünk meg, ahol szokták mondani, hogy kicsit több oldász, mint a fóka, tehát de a demográfia egyre kevesebb a tanuló, aki egyre többen mozdulnak rá, tehát a gimnázium is, hogy az általános tárgyat nézzük meg, a szakképző intézmények is. Nyilván ez egy valakinek könnyíti a helyzetét, valakinek nehezíti, de ebből kell főzni. Ne szoktam mondani azt, hogy nyilván mindjárt az élelmiszer gazdaságra kell, hogy fókuszálni, hiszen ez a mi kamaránk a területe. Én is néztem, hogy élelmiszer gazdaságnak ez nem csak a dolgája, hanem az élelmiszeripart is érinti. Két erős kölcsönhatásban lévő szakterület. És hát elég sokat járunk gazdálkodókhoz, nyilván a
képzéskorában is sokszor megfordulok, és ezért az év akarat látszom, hogy formálni is a helyzet felmérési ítéletem, hogy körülbelül mi tapasztalható jelenleg. És az egyik számomra nagyon fontos vagy lényeges ismert információ, hogy ebben az áldozatban van kereső valóban. Ennyi értelemben, hogy valaki egy tanuló, már tudom, hogy van életkorról van szó, ami a szülőkkel erősen együttműködik, de lehet, hogy egy kevésbé hoz döntést a jövőjéről, hogy van helyben lehetőség, munkalehetőség, tehát minden az élelmiszerűen, mint az agráriumban. Több vagy fogok nyilván a szakmákat, hogy milyen szakmákról van szó, tehát több szakma elég változatos a kínálat. Az is igaz, hogy maga ezek a lehetőség is változatosak. Tehát van olyan, amit gyakorlatilag szinte minden településen meg lehet, most valami mondjuk bizonyos településekhez között, de mondjuk lehet, hogy ez már egy pozitív dolog, hogy nem felét nem kell elvegyülni London vagy Budapestre, itt is lehet boldogulni. És nyilván azt is látható, vagy legalábbis lát az elmúlt években, hogy a keresetek is elég szépen alakulnak abban az irányzat tulajdonképpen helyezkedhetik a tanulók, hogy nem kell nagy világon levágni azért, hogy jobban keresünk fel, ez a fél motivációja. Majd a Szegedi Szakképzési Centrum főigazgatója, Erdélyi Margit, és szakmai főigazgató helyettese, Gyömbér Márta a szakképzésben rejlő lehetőségeket ismertette. Majd szó esett az ESEN is tanulók pályaválasztásának nehézségeiről, speciális eljárási szabályokról és a pályaorientációs programokról Csongrád-Csanád megyében a 2022-2023-as tanévben.